szerb erőcsatát igazolt a marosvásárhelyi Maros KK férfi kosárlabda csapata az új bajnoki idényre. Milivoje Mijović a macedón bajnokságban szereplő Kozsuv Gyevgyelija csapatától érkezik, ahol kiváló mutatókkal rendelkezett, mérkőzésenként 15,8 ponttal és 10 lepattanóval. A Belgrádban született 26 éves Mijović kereken 2 méter magas, eddig csupán a volt Jugoszlávia területén működő csapatokban játszott. Bár a statisztikákban ez nem mutatkozik meg, a teljesítményét bemutató videó alapján kiváló védekező képességekkel is rendelkezik. Mijović a Maros KK harmadik légiósa az irányító Martinić és a beállós Mladenovic mellett. A szabályok 6 külföldi használatát teszik lehetővé. Elsőként kezdte meg a felkészülését a teremlabdarúgó első ligás csapatok közül a Székelyudvarhelyi Futsal Klub. Talán ez is jelzi, hogy az új idényben Jakab Zoltán csapata magasabbra tör. A Székelyudvarhelyi Futsal Klub kerete ezen a héten egyelőre könnyebb edzésekkel hangol a későbbi keményebb alapozásra. A teremben Jakab Zoltán irányítása alatt új arcok is felbukkantak a régiek mellett. Hárman a tavalyi keretből viszont távoznak Székelyudvarhelyről. A keret megújul, közölte stábunkkal a vezetőedző. Kanyu és Máté Sepsiszentgyörgyről érkezik Udvarhelyre. Még vannak más kiszemelt játékosok is, ezeket azonban csak akkor jelentik be, ha megtörténik a szerződések véglegesítése. Az új kerettel pedig a remények is megújulnak. Úgy gondolom, hogy most már egy picit merészebbek lehetünk ezzel az új vérfrissítéssel is, meg szeretnők célozni, tehát én azt mondom, hogy az idén az egy reális célkitűzés tud lenni, hogy döntőt játszhatjunk úgy a bajnokságban, mint a kupában. Az új bajnokság a tervek szerint augusztus 27-én kezdődik. A beiratkozás július végén zárul, akkor derül ki, hogy mely csapatok alkotják a mezőnyt. A szövetség elképzelése szerint a bajnokságot 10 csapat részvételével rendezik. A szakbizottsági ülést augusztus 3-án tartják, akkor készítik el az alapszakasz menetrendjét is.